a vármegyei rendszer visszaállítását sokan kritizálják, elsősorban ellenzéki oldalról. Majd foglalkozunk ezzel a dologgal, de most először kezdjük onnan a beszélgetést, hogy ez egy szimbolikus döntés, egyfajta történelmi restancia magának a vármegyei rendszernek a visszaemelése a magyar közigazgatásba, vagy komolyabb gyakorlati jelentőséggel bíró lépés? Alapvetően terminológiai, hiszen ha megnézzük, 950 évig működött valami, és aztán csak az elmúlt 50-60 évben nem. Ideje visszanyúlni azokhoz a történelmi hagyományainkhoz, amelyek jól működtek. Az 1848 évi törvények kimondják, hogy ezek a vármegyék a magyarság alkotmányosságának védőbástyái, amikor ugye a nemesi vármegyékről a polgári vármegyékre tértek át. Így gondolkozunk mi is ezekről a közigazgatási egységekről, hiszen mindenki valamelyik vármegyében, valamelyik megyében él Magyarországon, és fontos, hogy a történeti alkotmányunk vívmányait azt megbecsüljük. Fontos, hogy ezt a 949-950 éves tradíciót folytassuk, és hogy a korábbi magyar alkotmányos és államigazgatási rendszerrel legyen valamilyen kapcsolatunk. Ezeket a kifejezéseket, ezeket a szavakat alapvetően a kommunista rendszer üldözte ki a törvényhozásból, üldözte ki a közigazgatásból, és azt gondolom, hogy abban a 21. században, amikor az identitásról, a múlt eltörléséről megy a vita, amikor megpróbálnak mindent, ami a múlthoz kapcsolódó érték eltörölni, akkor igenis van abban érték, hogyha párhuzamot vonunk a mai világ és a magyarság 1000 éves államisága és történetisége között. Ön szerint miért zavarja a baloldalt ez a változás? Utalt az előbb arra, hogy hát a modernkori, ugye woke mozgalomnak nevezett jelenség hatása is lehet ez a dolog, ez a mindent eltörölni, de azért ugye arra gondoltam, hogy az ellenzéki oldalon állandóan felháborodnak azon, ha lekommunistázzák őket. Jó, hát ez tényleg nem túl elegáns, de hát éppen a bolsevik tanácsköztársaság vezetőinek és Rákosiéknak szúrta a szemét a legjobban a vármegyei rendszer, amit aztán ugye el is töröltek. Tehát akkor ez egy ilyen egyfajta vallomásnak tekinthető ez a reakció a baloldal részétől? Hát tudjuk, hogy a MSZP és az abból kivált demokratikus koalíció, az MSZMP jogutód pártja is alapvetően. Nem vagyok meglepődve a reakcióiktól. Óckodnak mindentől, ami érték, mindentől, ami hagyomány, ami tradíció, ami egy olyan alap, amire lehet építkezni. Az a helyzet, hogy nem csak úgy vagyunk bele a világba, nem csak úgy élünk bele a világba, hanem föl kell építeni olyan szilárd értékrendi alapot, ami táplálkozik abból, hogy milyen teljesítményeket értünk el mi magyarok, ami táplálkozik abból, hogy kik vagyunk, hogy mit tettünk le az asztalra az elmúlt 1000 évben. Legyünk büszkék arra, hogy nekünk 1000 éves államiságunk van, számos európai ország ezt azért nem mondhatja el magáról, és hogyha felépítjük ezt a szilárd alapot, ami a teljesítményünkre, a múltunkra, a büszkeségeinkre és a jelenünkre épül, akkor el tudunk rugaszkodni, és együtt nagy dolgokra vagyunk képesek. Ehhez szükség van arra, hogy megőrizzük azokat a hagyományainkat, amelyek fontosak, és látom azt, hogy ez a cancel culture, az eltörlés kultúrája Nyugat-Európából, Észak-Amerikából folyamatosan megjelenik még a magyar baloldalnál is. Én mégis azt gondolom, hogy a mostani hisztiük az egy álhiszti, nem képesek belátni, és nem képesek odaállni egy olyan ügy mellé, ami, hogyha most csak így nézzük, akkor szimbolikus, de nagyon erős szimbólum értéke van. És hát ugye a Vármegye, tehát ahogy a történelmi adatok is mutatják, a várnak a megléte is hozzájárul ahhoz, hogy miért neveznek Vármegyének egy ilyen területi közigazgatási egységet, és hát hozzá, vagy számomra, most egyszerű laikusként mondom, ez egy szép folytatása annak a kezdeményezésnek, amelynek a keretében például a Magyarországon található történelmi várakat felújították, családommal nagyon sok ilyen várat végiglátogattunk, és számos olyan alkalmat fel tudnék sorolni, ahol közismert baloldali személyiségek is ugyanígy, valószínűleg a rokonai vagy baráti társasággal ott élvezték a megújult környezetet, és biztos ők is éreztek egyfajta büszkeséget. A politika szintjén ugyanakkor valami mást mondanak.
Hát ugye alapvetően az ő politikájuk mostanában azért abban merül ki, hogy bármit, amit mi mondunk, bármit, amit teszünk, bármilyen törvényjavaslatot fújtunk be, azt folyamatosan ellenzik. Nem tudnak helyette jobbat javasolni, nem tudnak helyette más dolgot javasolni, csak nekik azt kell mondaniuk, hogy amit mi csinálunk, az biztos, hogy rossz. De azért számtalan alkalommal érte például a baloldal részéről is kritika, vagy főleg a baloldal részéről kritika a kastélyprogramot, a vártalanítási programot, amit az előbb említett okok miatt én rendkívül fontosnak tartok. Az, hogy a baloldal nem képes megbecsülni a múltat, nem képes belőle erőt meríteni, azt valamiféle múzeumba való poros dologként tekinti, ami már elmúlt, ezért nem kell vele foglalkozni. De hát ismerjük az örök érvényű mondást, aki nem tiszteli a saját múltját, az hogy építhetünk fel a saját jelenét és jövőjét. Mi azt gondoljuk, hogy a magyar ezer éves államiságnak a valamiféle összetartozása, a nemzeti egységünk kifejezése és a közös történelmi emlékeink megőrzése, az a magyar demokráciát is erősíti, a magyar demokráciának mindkét szavát, azt is, hogy magyar, tehát a nemzeti karakterét, és azt is, hogy demokrácia, hiszen azt gondolom, hogy a magyar demokrácia sose volt ilyen erős, sose volt ilyen szilárd talajon álló, éppen ezért van szükség ilyen lépésekre is, mint a mostani törvényjavaslat.